A megélhetést azt nem az idegenforgalom adta, fürdőkultúra a festetücsekkel veszi kezdetét. Városnéző túrákra invitálta a Hévízen dolgozókat a Hévízi TDM Egyesület. A Turizmus Világnapja alkalmából született meg az ötlet, hogy a munkavállalók ismerjék meg egymást, a város történetét és a helyi nevezetességeket egy közös séta során. A turisztikai egyesület elképzelését a városvezetés is jó kezdeményezésnek tartja. Azért sokan dolgoznak nálunk olyanok is a különböző intézményekben, akik nem hévízek, tehát bejönnek, munkaidőre, munkaidő végeztével hazamennek, és lehet, hogy kevésbé ismerik Héviszt önmagát. És ez egy kiváló alkalom és kiváló lehetőség, és egy kedves lehetőség, hogy azoktól a professzionális szakemberektől, akik az ide látogató vendégeket is gyakorlatilag ilyen túrákra elviszik, hogy most felajánlották, hogy a hévízi intézményekben dolgozóknak, vagy akár a hévízieknek is lehet csatlakozni ehhez a túrához, sétához. A rendezvényen a város megismerésén túl fürdőzésre is lehetőséget kaptak a jelentkezők. Csorja Krisztina szerint fontos, hogy a környékbeliek is ismerjék a tófürdőt. Ugye nagyon sokan dolgozunk, rohanunk, és itt a környezetünket nincs is alkalmunk, időnk megismerni, és megszületett az a gondolat, hogy mennyire valós, mennyire nem, az most mai napon kiderül, hogy a helyiek mennyire járnak a hévízi tófürdőbe fürdeni. Mennyire van rá idejük, energiájuk és érdeklődésük, mert általában itt dolgozunk. Az idegenvezetéssel egybekötött programokon sok érdekességre derült fény, maguk a résztvevők is megosztották saját a városban szerzett élményeiket. A TDM Egyesület tervei közt szerepel, hogy a jövőben is szerveznek hasonló alkalmakat.